Tehát ennyiről szólt tulajdonképpen a Blahat Luzzatérium, az egyéb ütközetek, hogy elindultak az emberek oda, ahova gondolták, hogy a legjobban szimbolizálja a hatalmat, ugye az a köztársaságtéri MSZP székház, ami már azért nem olyan rég, vagy nem olyan rövid ideje, tehát már ugye emlékszünk, 56-ban is egy szimbolikus épület volt. Ezt az elnyomónak nevezhető hatalmat szimbolizálni, és oda akartak menni tüntetni, csak a rendőrség egyszerűen útjukat állt a Rákóczi úton. És erről szóltak az utána a napok, amíg ez a fiatalságnak ez a lendülete el nem lankadta azon, hogy állandóan el van árulva, le van mocskolva, hazugságokkal, és ugye hát a rendőrség pedig olyan eszközöket kapott, olyan hát mert gondolom, hogy nem magától találta ki, tehát olyan felhatalmazást kaphatott, én azért gyanakszom erre a bizonyos összevont bizottságülésre, hogy ott gyakorlatilag így együttesen a parlamenti, a politikai elit, nevezzük őket csak így, hogy egyetértett abban, hogy ezt el kell folytani, mert ebből nagy baj lehet, mert fölborul az egész, minden kiderül, és ki tudja, hogy nyilván egyik a másikat azzal zsarolja, hogy hát akkor jó, ha mi borulunk, akkor is kitálalunk. Tehát valahogy mindenkinek az volt a jobb, hogy hát az ne, hát nehogy legyen, hogy az elit nem tudja irányítani a dolgokat. És az volt a jó, hogyha mi ezt elvágják, vérbe folytják idézőjelbe, jó, hát nem az 56-os módszerekkel, de azért voltak hasonlóságok. És hát ugye rengeteg embert egyszerűen azt mondták a rendőrségnek, hogy hát bármi áron csak ezt folytsa meg. És akkor a rendőrség az tényleg jóformán válogatás nélkül vitte be az embereket az utcáról, tehát főleg 19-én még voltak számottevő tömegek az utcán, akkor még voltak ilyen összecsapások, de 20-án, 21-én már csak ilyen megtorló jellegű razziázás folyt. És a nyugatinál, akit találtak, fiatal volt, mit tudom én, ha a Kossuth térről jöhetett, ha hazament egy buliból, ha nem is értett egyet a tüntetőkkel, olyanokat bevittek komolyan, hogy ilyen szempontból magukat vágták a fát, mert olyanokat maguk ellen fordítottak, aki és nem is értett volna addig egyet, de most már onnan elvitték a nyugati térről tök indokolatlanul, azóta azért utána nézett és rájött, hogy mégiscsak igaza van a tüntetőknek. Tehát egyszerűen begyűjtötték az embereket, és elképesztő ilyen futószalagon, folyó, ilyen elrettentő, vagy megtorló jellegű intézkedések sora folyt. Tehát akár a BV-ben, tehát a büntetési végrehajtási intézetekben ütötték, meg levetkőztették, ugye benne a rádió épületének udvarát, tehát ízének használták börtönnek, ilyen idegenes, nem is tudom, előállító helynek, és akkor térdelve kellett azért órákat állni embereknek, meg verték, meg benne a Markó utcában is. Innentől kezdve odáig, hogy a bírósági tárgyalásokon mi folyt. Tehát futószalagon ítélték, adták az előzeteseket. Ez abból látszik, hogy milyen elképesztő jogilag mennyire megalapozatlan volt, hogy másodfokon, tudom én, 70-80%-át ennek már felad, mert ott már nem lehetett ekkora szakmiatlanságot megengedni, ott muszáj volt már. Meg az idő is telt, egy-két hét, és érezték, hogy ez így azért nem mehet. De hát, amint az első napokból folyt, az tényleg ilyen megrettentés volt gyakorlatilag. Tehát a kérdésedre, amit mondtál, hogy visszatértek azok az idők, akkor azért mindenkinek úgy tűnt. És annak az volt a célja, hogy elfolytsák ezt a folyamatot, hogy ne alulról induljon semmilyen változás. Igazából nagy változást nem is nagyon akarnak. Tehát ha megnézzük ezt a politikai elitnek, jó ez, ami van. Tehát ebből mindegyik jól él. Hol itt, hol az önkormányzatokban ül, hol az országgyűlésben ül többségben, de valahonnan azért csurog, csöpög, így a közösségnek a vagyonából lehet így lecsorgatni, és így nem nagyon akarják azt, hogy változzanak a dolgok, miközben a Magyarország egyszerűen elért a lehetőségei határa, vége. Tehát én úgy érzem, hogy az is robbantja ki ezeket, és most már egyre jobban ki is fogja, hogy kész. Tehát ez az ország többet nem tud etetni tovább ennyi élősködőt, nincs miből. Tehát és előbb-utóbb azok, akik most még valamilyen szinten pénzelik ezt a rendszert, úgymond, hogy a magyar forint nem dőlt össze 2006 őszén, az is egy számomra meglepő dolog volt. Valakiknek veszélyes lett volna ez a lavina, ami esetleg innen elindul és elgyűrűzik máshova is. És még ezt féken kell tartani, de azért ez sem lehet a végtelenségig. Tehát biztos, hogy lesz előbb-utóbb ebből valami nagyobb változás. Nem tudom még, miről beszéljünk. Hát ugye mindenképpen beszélünk szerintem a média szerepéről, ami az óriási volt szerintem, mint igen. 2006 előtt is a népbutítás, 2006-ban ez az óriási hazugságkampány, 2006 után meg ami van, tehát országos médiában, hogyha belegondolsz te, voltál már csőcselék, bűnöző, idióta, mi volt? Provokátor, többnyire. Az a kedvenc. Igen, az a kedvencük, igen. Minden voltál már, csak jó, meg szép, nem? Tehát itt gondolom, hogy azért neked erre megvan. Hát, az országos médiákról, mint azokról a médiákról, ahol esetleg picike szerephez tudtok jutni, és tudtok buzdítani.
Tehát először is ugyanazt nem várom el, hogy bárki, mit tudom, csak úgy engem jó embernek nevezzen, mint ahogy ugye a politikusok szeretik ezt elvárni. Én azt gondolom, hogy az bőven elég lett volna, hogyha az eseményeket mondjuk olyan tárgyilagossággal tálalják a médiák, ami egyébként elvileg a dolguk lenne, hogy megszólaltatják azokat az embereket, akik ezekben részt vettek valamilyen módon. De ezt nem tették meg. Tehát egyszerűen, és a legszörnyűbb az, hogy az igazán kártékony, sajnos 2006 ősze óta, most arról ne beszéljünk, hogy mit művel a kormány, mit művel az úgynevezett baloldal, mert azt azért nagyjából az úgy gondolk az emberek, hogy mi tudjuk, hogy ők, tőlük mire lehet számítani. Tehát azt művelik, amire számítottunk, teszik tönkre az országot roham tempóba. De hogy a nemzetinek nevezett oldal, hogy ehhez hogy asszisztál, azért az viszont sok embert meg kell, hogy döbbentsen. Míg valamennyire engem is megdöbbentett, mondom, bár én 2002 óta kihozanottam ebből, hogy van-e értelme a politikai elitten belül keresni a kisebbik rosszat, mert szerintem már nincsen. De azért ez meg nekem is megdöbbentett. És az igazi nagy probléma az nem is a hatalomnak a reakciója volt, mert a hatalom azt próbálta magát védeni azokkal szemben, a legaljasabb nemtelen eszközökkel is, akik megtámadták. Ez még egy olyan érthető reakció. De az árulás, mint azok vittek végbe, akikről azt lehetett volna gondolni, hogy nekik érdekük lenne mellélni az ügyeknek, akár az élére is állhatnának, mert senki nem akarja az ő pozíciókat elvenni. Tehát október 23-án, ugye 2006-ban Orbán Viktor, ha az ő népébe belelövő rendőrséghez oda sétált volna, én ezt tettem volna helyébe. Tehát megfogtam volna a legközelebbi emberémet, Kövér Lacikának, meg Pokorni Zolikának a kezét szépen, és oda sétáltunk volna kéz a kézben a rendőr sorfalhoz, hogy uraim, maguk itt mit csinálnak? Lövik a magyar népet? Meg vannak őrülve az én rendezvényemre, az én beszédemet meghallgatni eljövő százerekben maguk belelovagolnak? És hogyha megveri őket a rendőrség, azért csak megmozdult volna az a tömeg. Meg hát ennyit vállaljon, hát vezető, hát elnézést kérek, fölemelt a nép vezetőnek, nem? Hát valamilyen kockázatot kell vállalni egy vezetőnek. Akkor akkor még lehetett volna, még akkor is lehetett volna ő kulcsfigurája az események, és mi mögé állunk, hogyha ő jó ügyet szolgál, én azért, mert nem szeretem sem őt, sem a pártját, nem tagadom, de én nem árulom el a hazám. Tehát én mögé állok, hogyha arról van szó, hogy tegyünk meg bizonyos dolgot, amit meg kell tenni, akkor tegyük meg együtt. De hát csúfosan ott hagyott mindenkit és elmenekült, tehát ez borzasztó volt. És ezt csinálta a médiája is, hogy 2006 szeptemberében, amikor a tévéostrom volt, onnantól kezdve a jobboldali média egyfolytában provokátorozott, mocskolt, soha lehetőséget nem adott senkinek, aki ebben részt vett, hogy elmagyarázza. És egyszerűen elrettentette az emberek tömegeit, tehát megosztotta. A legjobban ő osztotta meg, mert a baloldali média azokat, akiket ő befolyásol, eddig is körülbelül ugyanarra a oldalon tartotta, amilyen ezután. De a jobboldali média azokat a jó szándékú nemzeti érzelmű tömegeket, akik mert vannak, tehát nem mondjuk, hogy nincsenek, mert 2002-től bizony nagy tömegekben kimentek, amikor úgy érezték, hogy baj van, akár milliós számba emlékszünk az ominózus 2002-es áprilisi nagy Fidesz gyűlésre a Kossuth téren. Igenis, úgy érezték az emberek, hogy baj vannak, megmozdultak. Van itt egy olyan jóérzésű, nemzeti érzelmi, nem kis létszámú tömeg, és ennyi máshol sincs a világon ennél több, aki igenis az ország sorsát meg tudná fordítani, mert hajlandó lenne áldozni, hajlandó lenne cselekedni, hajlandó lenne hátán vinni a dolgokat, ha van miért, ha van cél, amiért érdemes. És hogy ezeket az embereket valaki lebeszéli erről, vagy ezeket tévútra vezeti, szerintem ez a legnagyobb bűn. Ez nagyobb bűn, mint azok, mint a TV2-ben butítani a, hogy mondjam, ezekkel az iszonyú